Mi alapján választott a kiadó pont ezt a könyvet, ezt a sorozatot? Manapság divatos az erotika az irodalomban is. És egy olyan művet szerettünk volna választani, ami kilóg a sorból, egy picit más, mint a többi erotikus regény. És mivel a francia kiadó pont most 2012-ben frissen kiadta az Emmanuel második kötetét, az elsőt és a másodikat együtt, és a második kötet még nem volt lefordítva, úgy gondoltuk, hogy ez az erotika, mint művészet, ez egy olyan hívószó lehet, ami eltér, egy kicsit igényesebb irodalmat mutat, a téma az erotika, és úgy gondoltuk, hogy azért van még mit feszegetni ebben a témakörben, és az Emmanuel 2, aki elolvassa, az reméljük, hogy egyetért a francia kiadóval és a partvonal kiadóval, hogy feszegeti a határokat, de mégis irodalmi jellege van. Egy gyors 5 perces szünet után pedig 4 vendégünkkel beszélgetünk, érdemes lesz maradni. Itt lesz Szentesi Szilvia intimitás terapeuta, dr. Szilágyi Vilmos, és itt van velünk, aki szexológus, nyitott házasságnak a hazai szószólója, valamint itt van Antoni Rita irodalomkritikus, feminista irodalmár, és negyedik vendégünként pedig itt van Schneiderek Réka, aki a 2-es kötelet fordította. Várjátok szeretettel őket is, és maradjatok majd a beszélgetésre is. Köszönöm. Tehát akkor nem volt semmi felkészülés, nem volt az, hogy előtte közösen megnézték, megbeszélték, hogy itt mit lehetne, hogy lehetne, hanem most először összetartásság, és mindenki, amit gondolt, hozzátett? Igen, pontosan így működik. Ez első körben, vagy egy első kézből talán furcsának tűnhet az embereknek, mert akkor hogyan is jöhet létre az összhang, vagy olyan. Egyrészt van egy jelrendszer, amit én irányítok, tehát mikor ki improvizáljon, illetve hát azért nagyon össze vagyunk szokva. Tehát ez a sok-sok év, meg van egy gyerekműsorunk, az a Zakatoló zenemozi, amikor az megint csak megírt zene, tehát ott is azért ez egy összecsiszolódott csapat, tehát én félszavakból is megértjük egymást. Akkor itt kint várakoztunk még a filmvezítés előtt, akkor elhangzott az, hogy önök biztosak abban, vagy biztosak vagytok benne, tegeződünk, hogy férfi írta ezt a könyvet. Mi igazából nem tudjuk, tehát nincsen erről biztos adat, hogy ezt a francia könyvet nő vagy férfi írta, de ez határozott állítás volt a részletekről. Miért gondoljátok ezt így? De egyrészt van olyan verzió is, hogy egy házas pár írta közösen, de én úgy gondolom, hogy, hát, hogy a női szempont kevésbé jelenik meg benne, inkább egy férfi perspektívából láthatjuk Emmanuelt, és ahogy a szexuális aktusok, illetve a szexuális vágyakra vannak írva, az inkább férfi fantázia, mint sem női. És de ahogy Emmanuel pozícionálódik a szövegben, ez a számomra mint a könyv feléig egészen biztos voltam benne, hogy férfi írta, aztán utána talán egy kicsit kezdtek kiegyensúlyozódni a dolgok, de nem a teljes egyensúlya vára. Nem tudom, hogy a többiek hogy vannak vele, de én férfi szerzőre szavazok.